Tisztelettel köszöntöm a tisztelt hallgatóságot a következő térképészet is, illetve térképészeti ismeretek előadás kapcsán. Ezen előadás során gyakorlatilag bizonyos háttérismereteket fogunk áttekinteni. Ugye mindenki érzi már, hogy a térkép miről szól, hát a Föld felszínének kisebb-nagyobb mértékű kicsinyítéssel történő bemutatása, méghozzá minél valósághűbb formában történő bemutatása. Az, hogy ez a felszín, ugye a Föld felszíne, persze lehet bolygókról is térképeket készíteni, de maradjunk a Földnél, hogy ez a Föld felszínehez ez milyen, azért az egy kicsit bonyolultabb kérdés. Tulajdonképpen egy igen szabálytalan, görbült felületről van szó, ezért ezt a problematikát körbe kell járnunk, hogy erről a felületről valósághű képet adjunk térképek révén. Hát ezen az órán fogunk foglalkozni, hogy gyakorlatilag arról van szó, hogy a Föld felszíne, tehát maga az alakja, az meglehetősen szabálytalan, ezért bizonyos értelemben közelítő felületeket, szabályos, matematikai leírható közelítő felületekkel kell ezt a szabálytalan alakot megközelíteni. Hogy aztán ezek segítségével megfelelő, még egyszer hangsúlyozom, a valóságot megfelelő tükröző térképeket hozzunk létre. Tehát ezen órán a Föld elméleti alakjával, azt közelítő felületekkel fogunk ismerkedni, részben történeti visszatekintéssel. Tehát ez általam prezentált első óra erről fog szólni. Tulajdonképpen egy történeti visszatekintés az ókortól napjainkig, illetve hát a napjainkban, hogy tulajdonképpen milyen viszonylag korszerűbb módszerekkel történik a Föld alaknak a meghatározása, erről fogok beszélni. Tulajdonképpen a Föld alakja a tudomány egyik alapkérdése volt évezredeken keresztül, és tulajdonképpen a világnézet alapja is volt, hogy ki milyen nézetet vallott egyrészt az alakjával, másrészt ugye a nap Föld egymáshoz viszonyított, hát a csillagászati helyzetével kapcsolatban. Erről túl sokat azért nem szeretnék mesélni, ez egy külön több órás történet lehetne. Ugye azért Giordano Brunót említsük meg, aki tulajdonképpen ezt a Föld-nap körüli problémát, illetve Föld alakot hát olyan mértékben, hogy mai szemben nézve helyesen képviselte, hogy hát ennek kapcsán őt meg is égették a Campo de Fiorin Rómában. A szobra ma is, illetve ma hát évszázadok óta már ott áll, gyakorlatilag erre emlékezve. A másik személy, akit itt azért meg szoktunk említeni ezzel kapcsolatban, Galileo Galilei, aki, hát őt nem égették meg, de a nézeteinek a visszavonására kényszerítették, ugye a Ptolemaiosz és a Kopernikuszi világrendszer elképzelésnek kapcsán, ő a Kopernikuszi mellé állt, ugye, hogy a Föld kering a nap körül, és hát ennek a kapcsán hát őt is meghurcolták, nézeteit visszavonta. De ennyit csak így egy kicsit így a világnézeti szempontból, hogy miről is van szó, vagy legalábbis részben miről is van itt szó. Ugye az elején, amikor a cím volt, akkor már utaltam arra, hogy van a Földünknek, a Föld felszínének egy valódi fizikai alakja, és hát ezt kellene közelíteni valamilyen elméleti alakkal, mivel ez a fizikai földalak, amit ugye kőzetburok és a vízburok határoz meg, ugye centiméterről centiméterre tulajdonképpen, ez nem adható meg zárt matematikai formában, viszont ugye erről szeretnénk hát ismereteket közölni róla, ugye térképek formájában, illetve hát egyéb tér, illetve geoinformációs rendszerek révén. Az elméleti földalak az már egy szabályos geometriai test tulajdonképpen, amely, vagy annak bizonyos részei, a Föld egészét, vagy a Föld felszínének bizonyos részeit matematikai függvényekkel
leírható modellként, leközelíti meg. Gyakorlatilag, ezt később majd látni fogjuk, ugye, hogy a térképen tájékozódjunk, vagy egyáltalán térképeket elkészítsük, ehhez megfelelő koordinátarendszerekre van szükség, és hát ezen koordinátarendszerek alapfelületeit jelenti ez az elméleti földalak, ami nem egy, több is van, hát ez történetileg ugye fejlődött, változott, de lényeg az, hogy ez mindenképpen a szabálytalan fizikai földalaknak egy valamilyen típusú közelítése, és mondom, ebből nagyon sokféle van, mint ahogy látni is fogjuk. Na, hogy ezt a modellt, tulajdonképpen ezt az elméleti földalakot, vagy annak egyik változatát, hogyan tudjuk meghatározni, ehhez többféle módszer is van. Az egyik az úgynevezett geometriai, más néven a geodéziai módszer, amely hát a csillagászati helymeghatározáson, illetve földi, tehát felszíni hosszúságméréseken alapul. Ezen belül szög, idő és hosszmérést értünk gyakorlatilag, mert ugye ennek vannak bizonyos geometriai háromszög, stb. Ilyen háromszögön belüli szögek, abból távolságszámítás, majd látni fogjuk ezt a későbbiek során, vagy legalábbis ezeknek az alapjait. Tehát tulajdonképpen a csillagok helyzetéből, illetve a felszínen mért bizonyos hát geometriai mérések segítségével hát kapunk olyan adatokat, amivel ezt a modellt, egy bizonyos modellt elő tudunk állítani, ami az elméleti földalak lesz majd. A másik az úgynevezett geofizikai módszer, amely gyakorlatilag ugye a Föld, mint bolygó vagy égitest, hatalmas tömege révén nehézségi erőteret képez, és hát ennek vannak bizonyos egyenetlenségei, és ebből, ami nyilván az alakjából, illetve hát a belsőben lévő nem egyenlő, tehát egyenlőtlen tömegeloszlásból következően, tulajdonképpen ezek az erők, amit nehézségi erőnek nevezünk, ugye ez meghatározza bizonyos mértékben a Földnek az alakját, hogy itt milyen erők lépnek fel, és hát ennek a mérése, illetve hát ezekből adatok, számos ilyen mérésből származó adatok segítségével szintén a Föld alakot lehet így közelíteni. Itt majd látni fogjuk, ingamérés, illetve műholdas mérés tartozik ebbe a módszerbe. Hát nézzünk, ugye a régebbi időszakokban, amik részben ilyen mitikus, vagy még nagyon régi, ugye ide számításunk előtti 9. századból, vagy akár még a 6. századból is, ugye itt már a kereszténység előretörése időszakában vagyunk, tehát mi már egy kicsit ugye előre jöttünk, majd aztán vissza fogunk menni az időben, tehát én csak ezeket így megemlítem, tulajdonképpen ezek a ilyen korong alakú, meg hát itt ugye látjuk, hogy elefántok által tartott ilyen valami kis negyedgömbszerű, valaminek tekintendő a Föld. Igazából hát ugye nem ezekkel fogunk mi részletesebben foglalkozni. No, itt azért arra felhívnám a figyelmet, hogy manapság is vannak ilyen ehhez kapcsolódó elterjedt nézetek, hát ugye az internet azért sok mindent kibír, tehát a lapos Föld elméletnek is vannak hívei, illetve szószólói, profétái. Én ezzel nem szeretnék mélyebben foglalkozni, tehát azért mi most mindannyiunkat beleértve azért egy természettudományi alapismeretekkel minimum rendelkező emberek számára, tehát ez nem lehet kérdés, hogy a Földünk az nem lapos, hanem valamilyen görbült felszínű alakzat. És akkor ehhez kapcsolódóan tulajdonképpen az első tudományosan elfogadható hipotézis, ami a Föld alakkal kapcsolatos, hát az a gömb volt, és hát én nyilván itt értelemszerűen, mint sok más tudományákban is, és hát geometriában, matematikában, stb. A régi görögöket szedhetjük elő bátran. Ugye Pitagorasz neve azért nem teljesen ismeretlen, ő az időszámítás előtti 6. században a következő hát indoklást adta arra, hogy miért tekinthető gömb alakúnak a Föld.
Ugye hát nézegette a holdat, annak megvilágított felülete, hát köríves, ugye, hogy a hold fázis változásait látjuk mi is. Ebből következően ő azt mondta, hogy akkor a hold az csak egy gömb alakú, hát idom lehet, akkor hasonlóság alapján a Föld is szerinte. Ez volt az egyik indoka, a másik az, hogy a Föld csak egy tökéletes mértani test lehet, és melyik a legtökéletesebb mértani test? Hát a gömb. Ugye az egyetlen egy paraméterrel, a sugárral meg lehet adni, és akkor már is tudjuk, hogy hát milyen méretű, mekkora gömbről van szó. Ennél egy kicsit tudományosabb megközelítést vagy indoklást adott Arisztotelész 1-200 évvel később. Egyik indoka az volt, hogy holdfogyatkozáskor, tehát amikor ugye a Föld vet árnyékot a holdra, akkor ez az árnyék a holdon körívesen jelenik meg, tehát ez ugye azt jelenti, hogy akkor ami ezt az árnyékot veti, az is ilyen valami a körhöz közel kell, körívhez közel kell, vagy köze kell, hogy legyen, tehát ezért ez gömb. A másik az, ami igen, ez egy nagyon fontos megállapítás, hát tulajdonképpen most persze az akkori mérési technikáktól eltekintve, nyilván nem a mai szemmel kell nézni ezeket a dolgokat, de elméletileg teljesen helyes a következő. Tehát azt mondta, hogy ha észak-dél irányban mozdulunk el a Föld felszínen, akkor az égitestek delelési szöge arányosan változik a megtett úttal. Tehát ugye mondjuk, ha északra haladunk, akkor minél nagyobb távolságot teszünk meg, az égitestek delelési szöge, mondjuk elsősorban itt a napra lehet gondolni, az egyre alacsonyabban van. Ha kelet-nyugatra mozdulunk el, ugye itt megint a távolság függvényében, akkor a delelési ideje, tehát még a napnak a delelési ideje arányosan változik a megtett úttal. Ez két egymásra merőleges irányt jelent, amelynek révén az elmozdulással arányosan változik ugye a delelési és a szög és a delelési ideje. Ez azt jelenti, hogy észak-dél irányban is görbül a felszín, meg kelet-nyugat irányban is görbül a felszín. Hát ebből következően ugye két egymásra merőleges irányban görbülő felszín, az csak a gömb, egyenletesen görbülő felszín, az csak a gömb lehet. Tehát ez egy teljesen korrekt indoklás a mérési dolgoktól eltekintve. Na most, hogy a mérésekre, egy pontosabb mérésre, elsősorban egy szögmérésre gondolok, visszatérjünk, illetve hát, hogy lássuk a fejlődést, Eratosztenészt kell megemlítenünk az időszámítás előtti 3. században, aki gyakorlatilag hát feltalálta vagy kitalálta a fokmérés nevű hát eljárást, amit a következőképpen tudunk illusztrálni. Egy bizonyos időpontban, ez a nyári napforduló volt, akkor ugye azt lehet tudni, hogy a nap ekkor a ráktérítő, ugye északi féltekén vagyunk, a ráktérítő sávjában vagy vonalában, ugye abban a szélességi kör mentén, ugye szélesség, hosszúságot itt emlegetek azért, hosszúsági értékeket, meg szélességi köröket, később pontosabb, de és definiáljuk őket, de nyilván azért erről mindenki hallott már valamilyen szinten. Tehát a ráktérítő, mint szélességi kör mentén, a nyári napfordulókor a nap merőlegesen süt a Föld felszínére. Ezt ő Szijénében, a mai Asszuán közelében lévő településnél állapította meg, az alapján, hogy ott ugye a kútban tükröződik vissza a nap, ebben az időpontban a nap hát képe alakja. Ez ugye hát a kutakat azért merőlegesen próbálják fúrni a felszínre nézve, tehát ez azt jelenti, hogy ebben az időpontban, Szijénében a nap az merőlegesen süt a felszínre. Ugyanebben az időpontban viszont Alexandriában, ami ettől a várostól, tehát mi egy Egyiptom területén vagyunk, a Nílussal kapcsolatos területeken, Alexandriában, amely északabbra van ettől a Szijénétől, ott már a pálca, tehát egy függőlegesen lebökött pálca már árnyékot vet, és
Most még annyi kitérő, hogy ugye a két merőleges, tehát hogy gömbnek feltételeztem már eleve a Földnek az alakját, tulajdonképpen itt a, ezt nem hangsúlyoztam az elején, a Föld mérete, tehát ennek a gömbnek a méretének meghatározására történt ez a fokmérés gyakorlatilag. Tehát a két merőleges, amelyiket az adott két helyen a felszínre állítunk, az a gömb középpontjába kell, hogy találkozzanak, és hát van egy ismeretlen nagy erre jelölt sugár. Akkor most jön még ez az árnyék, amit az előbb már említettem, ugye itt a függőlegeshez képest ebben az időpontban nyári napforduló idején a nap árnyék, a bot a napsütés révén árnyékot vet. Na most az árnyék és a függőlegesen álló bot meghatároz egy háromszöget, hát gyakorlatilag egy derékszögű háromszöget, aminek a csúcsában lévő szög pontosan megegyezik, ugye váltószögekről van itt szó, ugye egy párhuzamosan jön be napsugár, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a nap az azért nagyon messze van, ez csak így sematikusan mutatja azt, hogy ugye napból érkező, tehát a 150 millió kilométerről érkező napsugár az a Föld minden pontjában egymással párhuzamosan érkezik be. Tehát ez a két szög, váltószög, tehát ez a szög, ez pontosan ezzel a delta fivel egyenlő, ami nem más, mint a két hely földrajzi szélességének különbsége. Hogy történik a fokmérés, a számítás, ugye még mindig az R az, amit keresünk, hát tulajdonképpen föl lehet állítani ezt az aránypárt, ugye ez a szög úgy aránylik a teljes szöghöz, mint a hozzátartozó ív a teljes kör kerületéhez. Ugye ezt most így metszetbe kell elképzelni ugye ezt a gömbnek feltételezett földünket. Magyarul felírható ez, hogy delta phi per 360 fok, az nem más, mint ez az S, tehát ez CNN-nek és Alexandriának a észak-délirányú távolsága, hát tulajdonképpen egyenesen menve, hát nyilván ebbe lehet azért egy kis nagy hiba, hogy ezt ugye nyilván karavánoknak hát időben és hát becsült távolság révén egy 5000 stadionban adták meg ezt a távolságot, tehát ez az az ívhoz, ez aránylik az ismeretlen tartalmazó kerülethez, ami nem más, mint 2π/r vagy 2r/π. Ezt már csak innentől, ugye delta phi-t azt itt meg lehet mérni, ki lehet számolni. Még egyszer visszatérve, ugye, tehát itt a Föld felszínének közelében, ugye hát itt egy botról van szó, egy-két méter nagyságú botról van szó, megjelenő szögből következtetünk a Föld belsejében, ugye mélyen, a több ezer kilométer mélyen lévő szög nagyságára. Roppant egyszerű összefüggés alapján tulajdonképpen. Utána már csak rendezni kell itt az egyenletet, ugye erre nézve, és akkor már is kapunk egy ilyen értéket, amiben hát gyakorlatilag mindent ismerünk, és akkor így megvan az R-ünk. A bizonytalanság ugye abban van, hogy nem tudjuk, hogy milyen stadionban értendő ez a távolság, ez az 5000 stadion, meg hát az, hogy ugye azért az út is a kettő hely között nem feltétlenül hát nyíl egyenesen történt. De ha egy ilyen ugye egyiket kiemelve, egyik stadiont, ugye ez egy görög úriember volt, az Eratosztenész, akkor ez 7360 kilométernek adódik ez a nagy R. Vagyis a Föld gömb, ugye gömbnek feltételezett Földnek a sugara. Ami azért meglepően közeli érték, nagyságrendileg még mindenképpen helyes, a manapság is ugye ismert Föld sugárhoz. Tehát nagyságrendileg tökéletesen eltalálta, hogy úgy mondjam, vagy kiszámolta, hogy körülbelül, hogy mekkora gömbről van itt szó a Földünk esetében. Következő dián ugyanez van nagyjából, kicsit talán színesebben, és a probléma, amiről itt beszéltem, hogy egyrészt ugye, hát ugye a Nílus mentén haladtak a karavánok, más, ugye nem nyílegyenesen, másrészt,
A két hely nem pontosan azon, hogy hosszúsági kör mentén feküdt, ami ugye elnéz a méréshez, hát elvileg, tehát a pontosan, hogyha ha szeretnénk ezt az elvet alkalmazni, a fokmérést, akkor ennek észak-délirányban pontosan ugyanazon hosszúsági kör mentén kellene lenni. Másrészt színésen volt teljesen pontosan a ráktérítőn, és a már említett hát, távolság is becslésen alapul. Tehát ettől függetlenül lehet, hogy ezek a hibák részben kioltották egymást, de az előző oldalon bemutatott sugár érték, az a 7360 km feltételezések szerint, az teljesen korrektnek tekinthető. Tovább haladva az időben, az elv ugyanaz a fokmérés volt, csak Rodosz és Alexandria földrajzi szélesség különbsége alapján Poszeidonios az időszámítás előtti első századból hasonló mérés, csak Kanopusz csillag segítségével határozta meg. Tehát ugye csillagászati objektumok, amik hát fixnek tekinthetők, a közben elmozduló föld, illetve az észak-dél irányú hát, rálátás szöge, az adott hát fixnek tekinthető csillagászati objektum segítségével a szélesség különbségek így meghatározhatók. Persze megint nem a mai precizitás, mai szemmel kell ezt nézni, amit a mai műszerekkel meg lehet határozni. Hát ő neki az R, mivel itt is azért van egy csomó bizonytalanság, nagyságrendileg szintén helyes értéket kapott. Aztán Kínában is voltak későbbiek során, ugye már itt a 8. században vagyunk, nagy ert meghatározó mérések, illetve még a 9. századból a Al-Ma'mun kalifát kell megemlíteni, aki nagyon támogatta a tudományt, és hát a mai Irak területén a szindzsári sivatagban, ami egy sík terület, ott végzett hát gyakorlatilag hasonló elven fokmérést is neki a sugárra, a föld sugarára, ugye mi mindig gömnek feltételezzük továbbiak során is még, 7013 km adódott. Na most a hajózás fejlődésével azért ezt egyre hát pontosabban kellett ezeket a dolgokat meghatározni, és hát itt azért bejön egy újabb műszer, hogy úgy mondjam, a kvadráns, ami a szögmérést igen pontos, sokkal pontosabbá tudta tenni. 16. században vagyunk már, Fernel lévén, két település, ami egymástól tényleg tökéletesen észak-dél irányban van egymástól, tehát egy hosszúsági kör mentén, szélességkülönbség meghatározása, illetve a távolság, ugye azon az országúton, ami nagyjából nyílegyenes a két település között, ugye a kocsikerék fordulat számából meg lehet állapítani, hányat fordul, annyiszor beszorozva a kocsikerék kerületével, és így a számítás, tehát ugyanolyan elven, mint ahogy Eratosztenész végezte, 6373 km, tehát ez egy egészen tökéletes érték. Persze mindent lehet aztán még tovább pontosítani, 100 évvel később Stanlius nevű úriember, aki ilyen latinosította az akkori hát tudományban, nagyon gyakran latinosították a nevüket, ugye Snell van Rooyen volt igazából az eredeti születési elnevezése. Nagyon fontos dolgot csinált, bevezette a háromszögelést. Tehát, ami erről később hallani fognak majd részletesebben, a hosszmérést egy rövidebb alapvonalra korlátozta, és utána már geometriai háromszögeken belüli szögmérés és így számolgatás révén tud ez a háromszögelés módszerével egy jóval hosszabb távra, ugye az előbbi if-hossznak a meghatározását elősegíti ez az egész, és így, mert az is egy ugye problémás azért, hogy ott egy sík felszínen kell, hogy haladjon és nyílegyenesen észak-déli irányban, ez azért nagyon sok helyen ugye a táj, az orográfia, a hegyek, dombok, stb. Folyók miatt nem megvalósítható, ez a háromszögelés nagy részt kiküszöböli. És akkor itt adódott egy szintén hasonló érték ennek révén. Na most, hogy ezt is tovább tökéletesítsük, Picard nevét említjük meg egy kicsivel később, aki a szögmérést, tehát ugye amivel így a két pont közti szög távolságát meghatározzuk,
Azt pontosabban tette, hogy szárkeresztes távcsővel történt ez a szögelfordulás mérése, tehát jobban be lehetett célozni, ugye, akár egy vadászpuskával az adott objektumot, és akkor elforgatva, ami persze így skálán lehet látni, milyen szög, a másikra pontosan ráállva, a szöget pontosabban megkapjuk, tehát pontosabb szögmérés révén gyakorlatilag ő a észak-dél irányú, ugye eddig is az volt tulajdonképpen, észak-dél irányú ívhozt mért meg, és így neki észak-dél irányban egy fok, tulajdonképpen szélességkülönbség 110,46 kilométernek adódott, amiből hát tulajdonképpen a sugár, a sarki sugár, ugye ennek akkor még úgy nem volt nagyon jelentősége, de későbbiek során ugye látjuk majd, hogy nem gömb lesz, de a sarki sugár nála, ugye ez a Nagy Erd Polár 6329 kilométernek adódott. Richer, francia úriembert kell megemlíteni, akinek, hát ugye abban az időben a legprecízebb órák az inga órák voltak, tehát ami egy gravitációs alapon, ugye az időt ezen képlet segítségével adta meg gyakorlatilag. A egy ingásnak az ideje, az így számolandó ki, gyakorlatilag mitől függ? Az ingának a hosszától, tehát hogy az a súly az milyen hosszú kötélen, vagy dróton, vagy mindegy, vagy egy pálcikán lóg, illetve hát a helyen, az adott helyen lévő gravitációs erőtől, tehát nehézségi gyorsulástól. Ez alapján ki lehet, tehát ezt egy ilyen ingóra segítségével ezt hozzá lehet igazítani a 24 órás időhöz, és akkor annak megfelelően hát pontosan adja meg egy adott helyen a nappal során, hogy hány óra van, hány óra, hány perc, stb. Na most, hogyha ilyen inga órát, amit Párizsban beállítottak, hogy ott a 24 órát megfelelően mérje, azt elvíve az egyenlítőhöz, tehát ugyanazt az óra elutazott az egyenlítő környékére, egy francia Guyanában, ugye Dél-Amerikában, egyenlítő közelébe, azt tapasztalta, hogy az inga órája késik. Vagyis az azt jelenti, hogy valami itt megváltozott. Ha késik az óra, az azt jelenti, hogy tovább tart egy ingása, ugye mondjuk eddig tartott egy másodpercig, most tart 1,1 másodpercig, tehát tulajdonképpen az általa mért egy másodperc az egyenlítőnél hosszabb, mint Párizsban. Viszont a 24 óra az nem lesz hosszabb, tehát az azt jelenti, hogy az óra egyre inkább hát későbbi időpontot mutat, magyarul késik. Hát mi lehet ennek az oka? Hát a kettőpi az nem változik, az inga hossza nem változott, tehát ugyanarról az óráról van szó, inga óráról, hát akkor csak a nevezőben lévő érték változhatott meg, és az, hogy ez nőjön, tehát hogy nőtt, mert ugye késik az inga óra, az azt jelenti, hogy a G az egyenlítő közelében valamivel kisebb, ugye az osztó kisebb, ezért az egész eredmény nő, tehát az egyenlítőnél ez a G valamelyest kisebb, mint északabbra a 40-valahányadik szélességi fokon fekvő Párizsban. Ez már is kétségeket kezdett ébreszteni ebben az irányban, hogy valóban gömb alakul a Föld. Mert hogyha gömb alakul, ráadásul egyenletes tömegeloszlású, akkor a G-nek igazából nem szabadna változni, mert hát akkor minden felszíni pontban gyakorlatilag ugyanannyinak kell lenni, tehát az óra nem késhet. Na, egy százszónak is egy a vége, ez a tapasztalati tény azt eredményezte, hogy ezen elkezdtek gondolkodni a kor, hát megfelelő okos emberei, hogy úgy mondjam, tudósai, köztük Newton 1687-ben a következő magyarázatot adta erre a hát tulajdonképpen késésre, vagy hát a G megváltozására. Gyakorlatilag, ugye, hát arra jött rá, nyilván eddig is azért már sejtették, de hogy gyakorlatilag a tömegvonzás, ugye még homogén égitestet feltételezve, tehát ugye a felszín alatti anyagok, azok egyenletesen oszlanak el,
Ugye ez tömegvonzást eredményez, illetve az, hogy ez egy forgó objektum gyakorlatilag, és a forgás révén hát fellépnek különböző hát más erőhatások is, amelyek viszont az alacsonyabb szélességeken más értékeket vesznek fel, mint a magasabb szélességeken. Na ehhez tartozik a következő ábrácska, tehát itt van ez a homogénnek és gömbnek feltételezett test, amelyik forog. Hát nézzük, három vagy négy tipikus pontban, ugye a tömegvonzás, ahogy feltételezzük, mindenhol egyforma, tehát a nyilak legalábbis ezt próbálják tükrözni, egyforma, hosszúságúak. Na de ez a test, ahogy mondtuk, ez forog. Centrifugális vagy centripetális erő lép fel, amelyik ugye attól függ, hogy a forgás tengelytől milyen messze levő pontban vagyunk, tehát ez a forgás úgy hat ránk, vagy hát arra a felszíni pontra. Ez a forgás tengelyen lévő pontban nulla, ahogy távolodunk, ugye ezt kell nézni, ezt a távolságot, ahogy távolodunk a forgás tengelytől, ez a nagy C érték, ez egyre nagyobb. Tehát az egyenlítő felé, a pólustól, mondjuk az északi pólustól az egyenlítő felé, ha nem is egyenletes mértékben, de nő, tehát egyre nagyobb. Ez tulajdonképpen tökéletes magyarázat lenne, mert ugye ha vektoriálisan megnézzük itt az erőket, a nehézségi gyorsulás, ugye ez a tömegvonzás és a forgás hatására fellépő erőknek a vektoriális eredménye, ez gyakorlatilag akkor körülbelül így jelentkezik, most persze kicsit így torz az ábra, meg az arányok és így tovább, de lényeg az, hogy tulajdonképpen az jön ki ebből az egészből, hogy ez a centripetális erő, ez gyengíti, ahogy haladunk az egyenlítő felé, ez gyengíti a tömegvonzás erejét egyre nagyobb és nagyobb mértékben. Ami tulajdonképpen egy tökéletes magyarázatnak tűnik arra, hogy összességében az inga óra miért lassú, tehát a tömegvonzás miért csökken a magasabb szélességekről az alacsonyabb szélesség felé. A probléma viszont a következő volt, hogy ugye megfelelő számításokat elvégezve a gravitációs erő eltérésére, tehát hogy az inga mennyire lassú, tehát ugye ott, hogy a g mennyire lett kisebb az egyenlítő közelébe, erre az eltérésre ez nem adott elégséges magyarázatot. Tehát magyarázatra, ha csak így minőségileg nézzük, jó, de mennyiségileg még mindig nem volt elég. Tehát nagyobb mértékben csökkent a g az egyenlítő felé, mint amit ez a forgó test révén létrejövő csökkenés eredményezett a gravitációs gyorsulásban. Hát akkor mi lehet a magyarázat még pluszban, amellett, hogy forog, csak az, hogy eltérőek a sugarak, vagyis hogy nem gömbről beszélünk a Földünk esetében, hanem tulajdonképpen egy egyenlítő irányában megnyúltabb alakzatról, ami persze nagyon hasonlít a gömbhöz, de azért egy kicsit eltérőek a sugarak, tehát az egyenlítői sugár valamelyest nagyobb, a sarki pedig rövidebb annál. Ezt ő szferoidnak nevezte, de tulajdonképpen itt semmi másról nincsen szó, mint ugye egy forgási ellipszoidról, aminek van egy kis féltengelye, tehát ez a kis tengelye, ez meg a nagy tengelye, ahol a B kisebb, mint az A valamennyire. Itt persze ez egy kicsit eltorzított ábra, hogy a szemléletesség miatt szemmel gyakorlatilag észrevehetetlen a dolog, de hát a mérések alapján ez nagyon szépen előjött. Na most mi, hogy egy forgás ellipszoidot hogy tudunk megadni? Hát ugye itt látjuk az ábrán, és megadjuk a fél nagy tengelyét, meg a B fél kis tengelyét, és ezzel egyértelműen ugye a gömbhöz képest, ahol ugye ez a kettő egyenlő, itt már két adat kell ahhoz, hogy megadjunk egy ilyen hát forgási idomot, tehát egy forgási ellipszoidot. Még egy másik megoldása van, megadjuk valamelyik tengelyét, tehát vagy annak a felét, az A vagy a B-t, plusz az úgynevezett lapultságot, amit úgy lehet értelmezni, hogy a kettő, ugye a nagyobbikból, az egyenlítői sugárból kivonjuk a sarki sugarat, a
az ugye egy valamilyen érték, kisebb érték, azt elosztjuk ezzel a nagyobbik sugárral. Ugye ez gömb esetében, mivel ez a kettő egyenlő, ez nullával egyenlő, minden más esetben, amikor ez a kettő nem egyenlő, tehát az A valamelyest nagyobb, mint a B, akkor ez egy pozitív értéket fog adni, nullánál nagyobb pozitív értéket, tehát értelemszerűen egy a pozitív az nagyobb, mint nulla. Ezt a forgási ellipszoidot már csak, hogy mire vonatkozik, ugye ezt földi ellipszoidnak is nevezzük, ugye aminek a középpont, ez ugye egy forgási ellipszoid, aminek a középpontja a föld középpontja, kis tengelye pedig a föld forgás tengelye. Tehát ez kifejezetten egy olyan forgási ellipszoid, ami a föld alakjára vonatkozik, ezért földi ellipszoidnak hívjuk. A 1700-as évek elején, tehát a 18. században a Franciaországban a már korábban említett geometriai módszerekkel dolgozó Cassini család, aki, tehát többit apáról fiúra szálló, hát ilyen mérnökű generációról, földmérő generációról van szó, ők végeztek különböző rengeteg felmérést Franciaország esetében, és hát bizonyos, hát utólag, mint kiderült, hibás IFHOS mérésükből adódóan nekik az jött ki a föld alakjára vonatkozó számításaikból, amit persze csak Franciaországban végeztek el, de ugye az egészet, ugye ahogy például Eratosztenész egyiptomi eredményeiből azt hozta ki, hogy mekkora a földünk, milyen, mekkora gömb, hát ők is ezen adataikból, ami rengeteg adat, meg sok térképet készítettek, tehát nagyon hasznos tevékenységet végeztek, de volt egy hibás mérésük, és ebből ők azt következtették, ugye most a témánkhoz visszatérve, hogy nem az egyenlítői, hanem a sarki átmérő a hosszabb. Tehát tulajdonképpen ők is azt feltételezték, hogy forgási ellipszoidról van szó, csak hát az észak-déli irányban megnyúltabb forgási ellipszoidról. Magyarul, ugye, hát ugye itt gyakorlatilag hogy ez az angol-francia ellentét, ugye Newton-féle elmélet alakzat, és hát a Cassini-féle földalakzat között, eltérés vagy vita, tudományos vita eldöntésére gyakorlatilag a Francia Tudományos Akadémia hát expedíciókat szervezett Peru térségébe, ez egyébként ma már Ecuador, ugye akkor még Peruhoz tartozott, tehát az egyenlítő környékére, tehát egyenlítő térségébe, illetve Lapföldre, hát ami ugye európai, olyan európai terület, ami hát legészakabbra, legészakibb európai terület, ugye tovább nem tudtak menni, tehát egy egészen északon, és egy közvetlenül tehát közel a sarkhoz, a pólushoz, és az egyenlítő környéki területre küldött expedíciók, sok nehézség, őserdők, fagy, mindenféle sújtotta ezeket az expedíciókat, több évig tartott a mérés meg a számítás, tehát itt fokméréseket végeztek, ugye a különböző szélességeken tulajdonképpen, még egyszer hangsúlyozom, a pólushoz közel, illetve az egyenlítő környékén. És méréseik alapján az jött ki, hogy az L az 1 per 215, tehát tulajdonképpen egy pozitív érték, mert hogyha itt a B lenne a nagyobb, akkor ugye ez negatív lenne, hogyha a Cassiniéknek igaza lett volna, tehát gyakorlatilag ez a két expedíció és az eredményeikből kapott nagyon hosszadalmas számolás után kapott lapultsági érték, hát gyakorlatilag ezt az előbbi alakzatot igazolta. A következő, akit meg kell említenünk, az Clairaut volt, aki szintén hát tulajdonképpen a szobában, tehát ugye elméleti úton gondolkodott tovább, tehát alátámasztotta Newton-féle alak helyességét, és bevezette az úgynevezett szintfelület fogalmát, tehát gyakorlatilag a szintfelület, ugye az a felület gyakorlatilag, most itt ide is van írva, hogy a hidrosztatikai egyensúlyban lévő tenger felszíne, tehát ezt úgy képzeljük el, most nem a hullámokra gondolok, hanem hogy ezen egy adott szintfelület mentén a gravitációs erő, tehát a G, az ugyanakkora.
És ez nyilván a tenger felszínén, ami ugye hát képlékeny, ugye folyékony anyag tud megvalósulni. A szárazföldek esetében itt egy vulkanikus, meg hegységképződési erők, meg a málás, meg stb. Ugye ezt a hát tulajdonképpen ilyen egyenlő, ilyen szintfelület kialakulását hát pontosan nem biztosítja. Tehát ez igazából a tengereken, óceánokon, ha hullámzástól eltekintünk, mutatható ki igazából egy adott géhez tartozó ilyen szintfelület. És akkor gyakorlatilag ekkor kezdődött a föld alak meghatározása fizikai módszerrel is, amit az elején mondtam, hogy fizikai módszerek, ugye két csoport geometriai és a fizikai módszer, hogy ahogyan, tehát a G, rengeteg G mérés, tehát hogy gravitációs erőnek a mérése révén, ahogy ez északabbra vagy délebbre van, és így tovább, tehát hogy a szélességi körökkel változóan rengeteg ilyen G adatot összegyűjtve, gyakorlatilag egy fizikai módszerrel is hát lehet következtetni a Föld alakjára. Illetve hát tulajdonképpen meghatározni, mert ugye azt most már elfogadták, hogy forgási ellipszoid, tehát hogy milyen forgási ellipszoid, tehát mekkora alapultságon magyarul. Na most azért aztán ezzel kapcsolatosan néhány évtizeden belül, abban a pillanatban, hát nem abban, hanem ugye elég hamar fölmerült ez a kérdés, hogy valóban forgási ellipszoid a valódi alak. Ugye, hogyha forgási ellipszoidról van szó, ugye akkor az oldal nézetben az egy ellipszis, felül nézetben pedig kör. Szabályos, ugye forgási alakzat. Magyarul egy adott szélességi kör mentén, hogyha forgási ellipszoidról van szó, elnézést, akkor azonos szögkülönbséghez, tehát mondjuk egy fokos szögkülönbséghez, ugyanakkor a ifhoz kell, hogy tartozzon hozzá, mert ugye egy szabályos körről van szó, tehát ez a kék ugyanaz, mint ez a piros kör. Valóban egyenlő ez a két ifhoz, tehát bárhol megmérve a Föld felszínén, valamelyik adott szélességi kör mentén. Hát igazából itt merültek fel a nagy kérdések az 1800-as évek elejére. Gyakorlatilag ez az elmélet, hogy ugye forgási ellipszoid a Föld, most mindegy, hogy milyen alapultságú, hogy akkor I egy egyenlő I2-nek kell legyen, ez a gyakorlatban nem igazolódott teljesen pontosan, egyértelműen magyarul. Itt is lehetnek valamilyen ezen körhöz hasonló, ugye szélességkörnek hívjuk, de hát körhöz hasonló alakzat mentén is lehetnek kisebb-nagyobb eltérések azon ifhosszak között, amik mondjuk egy fokhoz vagy két fokhoz tartoznak, vagy bármilyen, tehát egyforma szögkülönbséghez. Ennek a megoldására Gauss a következő elméletet vázolta föl gyakorlatilag, hogy a Föld felszíne egy olyan tulajdonképpen szabálytalan alak, amely a nehézségi erő irányát mindenütt merőlegesen metszi. Tulajdonképpen egy szintfelület, vagy úgynevezett ekvipotenciális felület, tehát ez itt térben is, meg hát térben, keletre is, nyugatra is, tehát szélességi, meg hosszúságkörök mentén is, hát egy bizonyos szabálytalanságokat mutat a szabályos kör metszethez képest. Egy részét, nagy részét nyilván, ahol nincsenek szárazföldek, tehát a világ tenger felszíne valósítja meg, mert ott ugye a gravitációs erő az hát tulajdonképpen tud nagyon szépen hatni, és akkor az alakzat, ahogy az előbb is Clairónál megbeszéltük, a tenger felszínét annak megfelelően alakítja, amit persze szemben nem tudunk észrevenni. Ezek az ekvipotenciális vagy szintfelületek, ezek is jel arra akar utalni, hogy a sarkok felé egy kicsit összeszűkülnek. Tehát ez ugye többet is lehet, egy részét a világtenger felszíne valósítja meg, tehát egyiket, de lehet ezt magasabban is, meg alacsonyabban is értelmezni, tehát elméletileg természetesen minket leginkább a világtenger felszíne az a szintfelület érdekel, mint a Föld alakjának felszíne, mert a világtenger valósít meg. És hát ez az előbbi, ahogy mutattam is így, hogy egyenlőtlen, ez azért van, mert ugye van földforgás, illetve a felszín alatti
anyag eloszlás az nem homogén, hanem egyenlőtlen, ezeknek az összhatásának eredményeképpen alakul ki az úgynevezett geofizikai felszín, amit később Listing nyomán geoidnak hívunk, ami nem egy meglepő dolog, tehát Jóska Pistának az alakja, Jóska Pistácska, azaz a Földnek föld alakja van, hát definíció szerint ez azt jelenti, hogy az a szintfelület, ugye a nehézségi erőtér potenciáljának az a szintfelülete, amely a közepes tengerszinttel esik egybe. Tehát dagály, apály, hullámzástól eltekintve a közepes tengerszinttel egybeeső szintfelülete, ami ugye hát, a, még egyszer hasonlózom, az óceánok, tengerek felszínén, most a dagály, apálytól eltekintve szépen megvalósul, hát a szárazföldeken nem tudjuk ezt így, nem látható, ott is megvan, csak ott nem tudjuk érzékelni konkrétan, legalábbis a szemünkkel. Ez közel áll, tehát nem tértünk el teljesen a forgás ellipszoidtól természetesen, tehát nem egy egészen más durva alakú, rossz krumpli alakú valamiről van itt szó a geoid esetében, de egy kisebb-nagyobb eltérések minden pontban definiálhatók, de gyakorlatilag ez az úgynevezett delta R, egy sugárirányú eltérés, tehát a középpontból az adott pontba mutató sugármenti eltérés a geoid és a forgás ellipszoid között, ez a geoid magasság, manapság inkább így mondjuk, de undulációnak is lehet hívni a korábbi elnevezés alapján. Mindjárt a következő dián látjuk is rajzban, hogy könnyebb így elképzelni. Tehát a geoid felszín, most így metszetben természetesen, valami ilyesmi, persze egy kicsit eltúlozva, míg az ellipszoid az ugye valamelyes szabályosabban, ugye a forgás ellipszoid, annak keresztmetszete az valahogy így néz ki, egy adott P pontban a Föld tömeg középpontja, de középpontban mutató sugaraknak tulajdonképpen a különbségeké jön ki ez a delta R. Ez lehet pozitív, és lehet negatív is, tehát egy előjeles érték, persze lehet nulla is, hogyha mondjuk erről a pontról van szó. Magyarul a Föld alakját meg lehet adni egy közelítő ellipszoiddal, vagyis egy annak az ellipszoidnak, forgás ellipszoidnak a nagy tengelyének, vagy fél nagy tengelyével, lapultsággal, és gyakorlatilag minden pontban, persze az ugye egy, hogy mondjam, maximális elvárás, tehát egy számos pontjában az ott lévő pozitív vagy negatív delta erre. Tehát ez ugye pontonként a felszínen változik, de gyakorlatilag ez egy adott, hogyha rögzítjük ezt a forgási ellipszoidunkat, ami azért meglehetősen közel van hozzá, tehát mondjuk nem itt húzódik, meg nem itt húzódik, és így tovább, tehát el tudjuk képzelni, hogy nagyjából azt követi, ahogy ez a hullámzás megy, ahhoz képest egy bizonyos pontokban kisebb, nagyobb eltérések, de inkább kisebbek, pozitív-negatív eltérések adódnak, és az írja le gyakorlatilag így a geoidot. Tehát ez így matematikailag nem leírható a alakzat, hanem pontonként kell, felszín pontonként, hát tulajdonképpen definiálni, akkor kapjuk meg igazából. Tehát a további mérések arra irányultak, hogy ezt a geoid felszínt és a hozzá legjobban simuló ellipszoidot hát minél pontosabban meghatározzák. Csak hogy bejöttek már az említett ingamérések, amelyek segítségével ez a már előbb korábban említett, hogy a szélességi körök, stb. Révén, meg az adott pontokban ezekre a lapultsági értékekre lehetett plusz a delta R következtetni. Ennek egyik nagy úttörője volt a Bessel, aki 1841-ben ez alapján hát megadta az róla elnevezett, hát utólag később róla elnevezett Bessel féle forgási ellipszoidot, ami a mérései, ugye ingamérések, rengeteg ingamérés adataiból, hát ő úgy abban az időben, tehát a rendelkezésre álló adatokból úgy határozta meg, hogy ez a geoidot, tehát a Föld elméleti alakját legjobban közelítő, hát szabályos alakzat, ugye forgási ellipszoid. 20. század elejére, ugye ez bő száz évvel ezelőttre fölmerült az igény, hogy a teljes
földre vonatkozóan, hát tényleg egy egységes alapföldet, mert ez a Bessel-féle ellipszoidot is inkább csak Európában használták alapföldetként, tehát hogy Amerikában, Ázsiában, Ausztráliában, stb. Mindenhol, tehát hogy egységes alapföldet legyen a teljes földre vonatkozóan, mert így akkor bármely földfelszíni pont esetében egyértelműen meghatározható az adott pont abszolút helye. Ugye értelemszerű, hogy erre miért van szükség, tehát így lehet gyakorlatilag a teljes föld felszínére vonatkozóan egyértelműen bármely pontról megmondani, hogy az hol van. Ez csak további színes, kevésbé színes, illetve színes példa arra, hogy az ellipszoid, a geoid, illetve a valós, ugye ezzel kezdtük itt az elején a diák bemutatását, ezen talán ezen jobban látszik, a valós földfelszín az ugye hogyan alakul, hát ez a szárazföldeken valósul, ez így meg, a tengereken ott fölveszi a geoid alakot a vízfelszín gyakorlatilag. Tehát tulajdonképpen itt három egymástól eltérő, többé-kevésbé, de inkább csak kevésbé eltérő, pozitív-negatív irányba eltérő felszínről van szó. Na most, hogy ez a forgási ellipszoid a legjobban simuljon a geoidhoz, ez legyen az a referencia ellipszoid, ami ezeket a koordinátákat, amit az előbb mondtam, hogy bármely pont egyértelműen megadható legyen a Föld felszínén, ezt a közelítő felületet, forgási ellipszoid felületet referencia ellipszoidnak is hívjuk. Ehhez rengeteg számítást el kellett végezni, ennek egyik hát módszere az úgynevezett függő vonal elhajlásnak a minél több pontból való hát meghatározása. Miről van itt szó? Mi az a függő vonal elhajlás? Ugye van egy, nézzük ezt a pontot, ugye ugyanitt először nézzük, hogy van a szabálytalan fizikai földfelszínünk, ugye ezen van egy pontunk, valahol itt a hegyoldalban most minden. Van a geoid felszínünk, ugye, hát itt a szárazföld alatt ezt így elméletileg lehet csak így körülbelül tudni, hogy ez hol van. Illetve hát ehhez kellene ugye kitalálgatni ezt, ugye empirikusan próbálkozás révén az ellipszoid megfelelő közelítő referencia ellipszoid, optimálisan közelítő referencia ellipszoidot meghatározni. Ebben a pontban a gravitáció révén ugye egy függő vonal, az mit ad, egy fonára egy kis súlyt ráteszünk, és ez pont a gravitációs középpontba, a Föld középpontjába mutat, tömegközépontba. Ez ugye nem más, ez az irány, mint egy olyan irány, amelyik merőleges a geoidunk felszínére. Hát maga ez a szintfelület ugye így lett definiálva, hogy minden pontjában, ugye most ez egy fölötte levő pont, de ugye ebben a pontban, vagy hozzátartozó geoid felszíni pontban a függő vonal, tehát a Föld tömeg középpontjában mutató vonal, az rá merőleges. Ha megadunk egy forgási ellipszoidot, ami már ugye korábbi számítások alapján úgy tűnik, hogy nem annyira rossz, akkor arra is meg lehet határozni, ezen ponton átmenő egyenes, azt az egyenest, inkább így mondom, az adott ponton átmenő azt az egyenest, amely normális, vagyis merőleges az ellipszoid felszínre. Ez ugye feltehetően nem esik egybe a kettő, és e között van valamilyen teta szög, ezt függő vonal elhajlásnak hívjuk. Nyilván, hogyha a geoidunk az pontosan olyan lenne, mint egy ellipszoid, mint az ellipszoid, akkor ez a két szög különbsége természetesen nulla lenne, így is bizonyos pontokban elérheti a nullát, de általában valamilyen különbséget mutat. Na most, ugye a geoid felszínünk az gyakorlatilag fix, a Föld felszínünk is gyakorlatilag fix. Ehhez kell az ellipszoidot valahogyan úgy megváltoztatni, hogy ez a összes, tehát bár egy csomó pontban történő mérés, ebben a csomó, rengeteg pontban történő mérés
eredményeképpen adódó függő vonal elhajlások összege, négyzetének összege, ugye ez lehet pozitív, negatív, tehát az a lényeg, hogy abszolút eltérés, és azért négyzetre emeljük, ez minimális legyen. Tehát ugye itt ez egy minimalizálási probléma, ezt nem lehet abszolút meghatározni, mekkora legyen, hanem egy adott mérési hálózatban, mondjuk Magyarországra vagy Franciaországra kiterjedő mérési hálózatban, vagy Európára kiterjedő, vagy Eurázsiára, most itt ez elméletileg teljesen mindegy, mérési hálózatban törekedni kell arra, hogy hát rengeteg mérést elvégezve ez a négyzet összeg minimális legyen, tehát addig úgy kell igazgatni ezt az ellipszoidot, ugye, hogy a ráállított merőleges és a függővonal elhajlása, vagy függővonal közti szög, tehát a függővonal elhajlás négyzetösszege minimális legyen. Ennek kapcsán hát különböző ellipszoidokat hoztak létre az elmúlt hát gyakorlatilag bő száz évben, attól függően, hogy hol történtek a mérések, tehát hol állapították meg a függővonal elhajlást, és ez hány pontban gyakorlatilag. Nézzük, ezek, nem fogom itt most mindegyiket felsorolgatni, néhányat kiemelve, amiről már hallottunk, ugye a Bessel, nem, még ezen a dián előjön a Hayford, később a Krasovsky és a többi, a többinek is tehát tulajdonképpen történeti értéke megvan, a paramétereit itt találjuk, nyilván ezeket azért nem kell így pontosan megjegyezni, de azt kell azért látni, hogy gyakorlatilag a idő során ez a lapultság ez egyre inkább hát pontosabbá vált, tehát egyre inkább azért közeledtünk, és utóbbi évtizedekben azért most már ez így lenyugodott idézőjelben ez a problematika, a közelítő forgási ellipszoid, tehát a geoidunkat közelítő forgási ellipszoid hát paramétereik nagyjából ezek az utolsó néhány ellipszoid minimális eltérésekkel gyakorlatilag ezek tükrözik. Kiemelném még így ezt a IUGG magyarosan, de IUGG, hogyha így akarjuk, ennek a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Uniónak, Nemzetközi Uniónak a ugye itt már nem egy ember nevéhez kapcsolódóan, hanem egy nemzetközi megegyezés konferencia keretében történő paraméterek lettek, tehát itt már itt több konszenzussal jött ez ki, illetve hát még a még korábban a Hayford féle ellipszoidot, amelyre a nemzetközi, tehát ez a szervezet még 1924-ben még az ő ellipszoidját, amit 1909-ben hát hozott létre ugye az akkori mérési adatokból, ezt tekintette az egész földre vonatkozóan egy egységes felületnek. Aztán később jött az, amit az előbb említettem, hogy 1967-ben maga az a nemzetközi konferencia egy ennél pontosabbat határozott meg. Na ennyit egy kicsit így a történeti visszatekintés, és akkor a napjainkra rátérve néhány diára, hát így a napjaink alatt a néhány évtizedet, utolsó néhány évtizedet tekintem. Tehát így gyakorlatilag, ami bejött pluszba a geometriai, meg a fizikai mérésekhez, hát tulajdonképpen ez a fizikai méréseket egészítette ki, a föld körül keringő műholdaknak a segítsége, amelyre hát a teljes felszín, amelyek révén annyi adat gyűlt össze, hogy a teljes felszínnek egy teljesen egyenletes felmérése hát megtörténhetett, tehát ezen adatok ezt biztosították. Gyakorlatilag itt olyan műholdakról van szó, ilyen gravitációs erőteret, tehát nehézségi erőteret mérő műholdakról, gravimetriainak is nevezhetjük őket, alacsony pályán keringenek, ugye hát kis tömegű, hát a Földhöz képest természetesen kis tömegű alakzatok vagy hát műszerekről van szó, objektumokról van szó, és ahogy keringenek, gyakorlatilag a Föld felszínére rengeteg adatot összegyűjtve, miről? A nehézségi erőtérnek az időbeli változásáról is, meg hát a helyszíni változásáról, tehát hogy elhaladnak a különböző pontok felett gyakorlatilag. Tehát itt időbeli és térbeli, hát nehézségi erőtér változásoknak egy töménytelen mennyiségű adata
állt, meg áll rendelkezésre, és ezek egyre bővülnek. Ennek kapcsán még a 60-as években Izsák Imre nevű magyar úriember Amerikában fejtette ki áldásos tevékenységét, gyakorlatilag a mesterséges holdak pályadatai alapján, tehát tulajdonképpen az azok szabályosságához képesti zavarok révén, ugye ezeket az eltérő hát tömegeloszlás és az eltérő nehézségi erőtér, tehát a változó nehézségi erőtér okozta, zavarokról van itt szó, ebből gyakorlatilag a delta R-re, tehát ugye a gravitációs potenciális függvényre is, abból a delta R-re, hát azért mondjuk függvényre, mert ugye helytől függően minden, hát gyakorlatilag minden pontra megadta a delta R-t, ugye pozitív vagy negatív értéket, tehát ki tudta számolni ezen hát millió-milliónyi adatból, és hát ehhez aztán azt a referencia ellipszoidot is hát nagyon szépen hozzá lehetett hát idomítani. És akkor így gyakorlatilag a geoidnek az alakja, ami ugye a Föld elméleti alakja, még mindig hangsúlyozom, 2 méteres pontossággal hát gyakorlatilag hát rendelkezésre állt, meg hát most is még rendelkezésre áll erre, csak egy illusztrációképpen az eltérések hát mértékéről, hogy miről van itt szó, gyakorlatilag így is lehet ezt mind interpretálni, persze ez csak egy nagyvonalú áttekintés, de ugye azt látjuk, hogy például India térségében és az attól délre levő térségekben az eltérés akár az előbb említett, hát illetve nézszerűen nem említett forgási ellipszoid, referencia ellipszoidhoz képest akár 100 méter is lehet, míg attól keletebbre, hát 1-2000 kilométerre fordítva majdnem plusz 100, tehát 60-80 méteres értékek lehetnek. Európa is egy kicsit idézőjelben kidudorodik, még Észak-Amerika és így tovább az lejjebb, tehát lehet így egy kicsit hát nézelődni, de amire felhívom a figyelmet, ezek torzított, tehát főleg ezek torzított értékek, mármint hogy ki van hangsúlyozva a magasság kiemelkedés, illetve csökkenés, tehát a geoid felszínben. Ugye itt a több ezer, 6000 valahány száz, vagy 12000 valahány száz kilométeres földátmérőhöz képest néhányszor 10 méteres eltérésekről van szó, tehát ezek gyakorlatilag ugye szemmel nem kimutathatók, a műszerek, számítások révén kijövő adatokról van itt szó. Hát ez ugyanezt tükrözi egy más interpretációban gyakorlatilag, tehát ezt is lehet így nézegetni. Ha ezeket a visszatérve mondjuk csak erre a szélességi körök mentén összegezzük ugye ezeket a plusz-minusz értékű hát geoid magasság eltéréseket vagy undulációkat, akkor ugye persze ezek lehetnek egymást kioltó értékek is, akkor ugye az adott hát tekintsük ezt forgási ellipszoidnak, mondjuk nagyon kicsi az eltérés az A és a B között, és így az kiszámolt értékek tulajdonképpen így összegezve azt adják ki, hogy a északi sarkunk egy kicsit kidudorodik, hát ugye ez a 20 méter, a déli sark egy térsége, az egész Antarktisz térsége, az néhányszor 10 méteres, hát a geoid, hogy a forgási ellipszoidhoz képest alatta van, illetve hát ugye tulajdonképpen egy ilyen körte alakú, mindjárt arról lesz majd mindjárt szó, körte alakú, hát átlagos keresztmetszetet kapunk. Ez ugye, ne tévesszen meg senkit, ez nem azt jelenti, hogyha mondjuk nagyon jó lenne a szemünk és a világűrből néznénk a Földet, akkor egy körte alakot látnánk, mert ugye ezek átlagolt értékek, tehát meg eleve ezeket a néhányszor 10 méteres kisebb, nagyobb eltéréseket hát gyakorlatilag nem úgy se látnánk, tehát igazából ez csak inkább egy érdekesség ez az ábra, de több szót nem érdemes rá vetni. A műholdas helymeghatározásokhoz ehhez kapcsolódóan, mármint a korábbi a napjaink hát földalap kutatásához, kialakították ezt a VGS, magyarosan VGS geocentrikus koordináta rendszert, amely a
gyakorlatilag az akkor megállapított referencia ellipszoid, ami nem más, mint a VGS84-es ellipszoid, hát meghatározásához vezetett, tehát ez a és az ezen alapuló geocentrikus koordinátorrendszer a GPS adatokkal nagyon szoros kapcsolatban van, tehát ezen alapulnak a GPS adatok, amiket ugye már nagyon könnyen, akár kézi műszerekkel is, ugye adott felszíni pontban, hát akár mi magunk is meghatározhatunk, tehát ugye ehhez kell egy alapfelület, hogy ezek a koordináták, amiket ugye a GPS adatok vagy GPS koordináták jelentenek, azt értelmezni tudjuk, hát ez nem más, mint ez a WGS, hogyha így akarjuk mondani, 84-es ellipszoid, de nyugodtan mondhatjuk, hogy VGS. Hát az anyag lezárásaként csak kicsit összefoglalva a ezeket a Földet közelítő és matematikailag hát jól leírható felületek, ugye a forgás ellipszoid, ugye ezt tárgyaltuk, a gömb, ugye ezt erre azt mondtuk, hogy azért ez nem tökéletes, de ez a legalacsonyabb szintű dolog. Itt az lehet többféle is tulajdonképpen, ez most csak így említés szintjén, ami nagyon fontos, az úgynevezett Gauss-gömb. De most ez már nem a teljes földfelszínnek egy közelítő referencia ellipszoidja, tehát annak egy alapfelület, hanem egy kisebb területhez, kisebb területekhez kapcsolódhat. Azt lehet mondani, hogy a forgási ellipszoidhoz, tehát ha már van egy referencia ellipszoidunk, ahhoz még legjobban simuló gömb, a gömb koordináták, tehát a gömbön végezve a matematikai méréseket az a legegyszerűbb, tehát azért van erre szükség egyébként. Tehát egy adott jó paraméterű forgási ellipszoidhoz legjobban simuló gömb egy pontban, egy kisebb például Magyarország területére vonatkozóan már is látjuk. Van egy úgynevezett régi, ez a 19. században megállapított sugarú gömb, amely Magyarországon lévő ponthoz simul, a Bessel-féle ellipszoidhoz. Még egy másik, amit már újabban, 1967 után vezettünk be, erről majd még lesz szó későbbiek során. Most ugye óriási eltérések nincsenek, de azért a geodéziai számítások szempontjából azért ezek fontos dolgok. Ez már az előző, korábban említett táblázatban ehhez az IUGG 67-es ellipszoidhoz, mint referencia ellipszoidhoz simul szintén egy magyarországi pontban, erről majd később lesz szó. Ugye hát ez már az újabb mérések alapján korszerűsített, paraméterű, tehát adatokkal rendelkező Gauss gömb. És akkor ennek az anyagnak a lezárásaként azért felhívnám a figyelmet a kapcsolódó tételekre. Nyilván azért a elhangzott anyagból azért ki lehet szűrni, hogy mely tételek tartoznak hozzá. Inkább csak azért mutatnám meg, két kis táblázatosan, ugye van A és B sor mindkét esetben, és ugye a különbséget az adja, hogy a földtudományi és földrajz BSC-sek számára ugye ez két órában megy az anyag, és három kreditet kapnak érte, amennyiben ugye sikeresen teljesítik majd a fél év során ezt a tárgyat, míg a földrajz tanárok számára sajnos csak egy órában sikerült ugye beiktatni a zsúfolt órarendbe, és ez sajnos csak egy kreditet ér. De ugye mi leadjuk a teljes anyagot, és nyilván a földrajz tanároknak ebből hát bizonyos részeket, amit talán kicsit kevésbé fontosnak tartunk, azokat hát nem kérjük számon, ettől függetlenül természetesen ők is maximálisan végighallgathatják többször is ezeket az előadásokat, átnézhetik a megfelelő anyagot, de a számon kérendő anyag számukra ezen elhangzó előadások során valamelyest kevesebb, ezt nyilván a tételsoruk is tükrözik, ami fenn van már a kószpészen. Tehát jelen esetben például azt látjuk, hogy az A tételsor az a kettő, ami ugye ez a A-ban a több matematika, nehezebb vagy levezetések, tehát egy bizonyos értelme kicsit nehezebb tételek vannak, tehát legalábbis nehezebbnek ítélt tételek, míg a B-sorban ugye a több mesével, idézőjelben több mesével rendelkező tételek, hát ugye az a
a földtudomány, tehát a BSC-seknek 10, illetve hát ugye mennyi ez, 2, 4, 6 tétel, itt meg csak 2, 4, 6, igen, itt meg csak 5 tétel fedi le az anyagot, tehát az a része kérendő csak számon. Úgyhogy ezzel én megköszönöm a figyelmet, és akkor jövő héten folytatjuk majd. Minden jót kívánok!